A Sugovica strandon volt szombaton délelőtt a verseny rajtja, a 18 különböző kategória képviselői külön-külön indulva futottak a hajókkal a vízbe. A vízitúra kupa sorozat tavaly első alkalommal érintette Baját, az akkori kedvező tapasztalatoknak köszönhetően a szövetség az idén is bevette városunkat a kiírásba. Népszerű, szeretnénk, hogy egyre népszerűbb legyen, szeretnénk a kisgyerekeket is belevonni ebbe a bajnokságba, ezért próbálunk a családok felé és a kisgyerekek felé is nyitni, ezért ebbe az évbe itt rendeznek egy úgynevezett kalandor vízitúra részt, ami a Petőfi-sziget megkerülése, ez 4 kilométer lesz. Próbálunk a többi versenyen is egy ilyen távokat szervezni. A verseny különlegessége, hogy az élsportolók mellett számtalan amatőr is elindult, mind a 134 nevező megtalálhatta a számára kedvező távot és kategóriát. A legbátrabbak 35 kilométeres túrára indultak, de lehetőség volt 12 és 4 kilométer teljesítésére is. A bajai állomásra az ország különböző pontjairól érkeztek nevezések. Én csak a sárkányhajó légióban keszinót sportolok, de én csak kajakozom. Tehát néha szoktam indulni ilyen 200-500 méteres sárkányhajó versenyeken is, ugye a magyar bajnokság ott is folyik, és akkor van 7 állomás itt is, és a MKKS által rendezett sárkányhajó bajnokság is van, az is azt hiszem 7 fordulóból áll. A bajaiak közül többen is dobogóra állhattak, mind a Spartacus, mind pedig a Sugó Sárkányhajó Klub versenyzői jól teljesítettek. A nap hátralévő részében pedig a város különböző pontjain tették próbára kalandvágyukat a versenyzők.